Köszöntöm Önöket, egy hét múlva már mindenhol a csendesé dallamát hallhatjuk, majd közeleg a karácsony, az ünnepi menüsor megkoronázásában segítünk most, italokat ajánlunk Önöknek, vagy nem is én, hanem Süttő Attila, bartender, mixer, szervusz Attila! Szia! Nagyon különleges dolgokat lehet ebben az időszakban kóstolni, hogyha a karácsonyra készülődünk, akkor nekem egyből a forgatag jut eszembe, nekem nagy-nagy kedvencem mondjuk a belvárosban, itt Nyíregyházán is a karácsonyi forgatag, rengeteg illatot így magába szív ilyenkor az ember, akár mondjuk a kürtős kalács, egy jó kis csokis ital, forró csoki és így tovább, de ha már karácsony, akkor egyből eszembe jut a karácsonyi puncs. Az miből készül, vagy hogy készül, mitől karácsonyi ez a puncs? Ez csak egy elnevezése, nem semmi extra. Úgy készül igazából, hogy minden puncs, egy alaprecept, az vörösbor, jó minőségű vörösbor, akár egy Cabernet Sauvignon, vagy egy Pinot Noir, és ebbe van víz, egy kevés víz, rum, ami nagyon fontos, és citrusoknak, narancsnak és citromnak a leve, és a héja van cukorral összefőzve. Hogyha a karácsonyi italokról beszélgetünk, akkor neked is egyből ez a puncs jut eszedbe? Vagy mind nekem mondjuk a forró csoki, nekem az nagy kedvencem? Nekem inkább a forralt bor, az inkább közelebb áll hozzám. A csokit is nagyon szeretem. Itt szerintem a városban nem nagyon lehet kapni a grog elnevezésű ital különlegességet. Ez is forrón kell tálalni ebben a hideg időben, meg különösen. És ennek is rum az alapja. És bor, meg más alkohol helyett ebbe egy erős fekete teát szoktak belefőzni, vagy aki nem szereti a teát, vagy a fekete teát, az forró vízzel is. És a tipikus ilyenkor használatos ízesítőkkel, a csillagánis, szegfűszeg, fahé, ezekkel lehet ízesebbé tenni, és egy kis barna cukorra. Ó, de jól hangzik. Én azon gondolkodom, és most lehet, hogy ez abszolút nem a te szakmádba vág, hogy nekem még ebben az időszakban abszolút kedvenc italom a jó meleg forró tea, és a teáknak meg ezerféle fajtája van, és aztán bőségesen lehet választani, hogy most narancsos, vagy éppen almásfahéjas filteres teát, vagy szálas teát választ az ember, tehát tényleg rengeteg féle van. Nem csak a karácsony közeleg, hanem tényleg itt van a nyakunkon az év vége is, és ilyenkor előkerülnek az alkoholos vagy alkoholmentes üdítők is, búdító italok esetleg. Te is készültél egy kis meglepetéssel, egy vagy kétféle dolgot fogsz itt nekünk összeállítani. Két pohár van, akkor kettőt? Kettő. Na, mivel készültél, és hát ugye már sejteti a pohár, hogy ez egy pezsgős dolog lesz? Igen, az alapja pezsgő lesz, azért hoztam a két pezsgős fülőte poharat. Az egyik egy klasszikus Key Royale koktél lesz, a másik pedig egy mimóza lesz majd. Mimóza. Színben eltér a kettő, de pezsgőt tartalmaz. Na nézzük akkor az elsőt, nézzük, hogy néz ki, mitől különleges. Na hát így ülve egy kicsit milyen feladatok elé állítanak, látod? Megoldjuk. Illetve ültetlek, bocsánat. Ezek az italok nagyon jók lesznek. Végj egy poharat. Ezek az italok nagyon jók lesznek, ha valaki még nem tudja, hogy mire számítson, és szervez ott van egy házi buli, hogy meglátja, mi lesz másnap, akkor welcome drinknek, mint ezek nagyon tökéletesek lehet. De más alkalmakkor is, de ilyenkor meg kiváltképp. Jó. Szükségünk van, ez egy likör, egy crème de cassisnak nevezik, ez egy fekete ribizli likör, ezt töltjük a pohár aljára, és száraz pezsgővel öntjük fel. Természetesen Attila mindent alkoholmentesen csak készít. Csak is. Elvileg meg is áll. Már ez így nagyon Már buszta. Ez így. Tehát, nagyon jó. Hogy ez gyönyörű. A mennyiség, ez egy ilyen másfél deci így ebben a pohárban. Ez eltérő is lehet, ki miért szeretne. A másik italunk pedig, azt úgy kezdjük, hogy van nekünk narancslikörünk. Egy érzésre, egy olyan 2 cent körüli mennyiséget, ebben öntünk narancslevet. Ez is egy ilyen üdébb színű
kis itóka lesz. És a végén szintén jön a pezsgőnk. Tehát ez is egy ilyen egyszerűbb ital, de mégis ilyen ünnepinek mondható. Pontosan. Szilveszterre szerintem tökéletes. Uh-huh. Színeiben is nagyon jó, ezzel lehet nyugodtan kocintani, vagy várni, fogadni a vendégeket. Mivel díszítsük ezeket az italokat? Egyszerű kis cseresznyével, citrommal, vagy... Őt nem feltétlenül muszáj. Ő így szép. Ő így szép, ahogy van, ő majdnem, hogy magát díszíti. A másik italunkat, bocsánat, kézzel megfogom, de egy szelet narancssal, vagy ha van, akkor egy ilyen narancs spirált is lehet vágni, és azzal azt így a pohárra rá lehet tenni, és kicsit belecsúsztatni az italba, és ez így adja magát. Egy kicsit a partikról is kérdeznélek téged, mennyire divat amúgy itt a térségünkben, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy bartendereket, mixereket hívnak egy-egy ilyen karácsonyi, vagy éppen szilveszteri megmozdulásra? Egyre nagyobb keletje van, uh-huh. és nem csak szilveszteri, hanem inkább lakodalmakon is már megjelenik ez a... Vagy el tudom képzelni mondjuk így évvégén mondjuk egy ilyen céges záróévet, záróbuliban akár. Ott még ritkábban találkozom vele, de esküvőkön majdnem minden héten találkozok velük, hogy jönnek, és nagyon nagy keletje van, szeretik a vendégek, főleg a hölgy vendégek. A különböző. Van egy limitált lista, nem lehet 100 félből. És ez azon gondolkodom, hogy ilyenkor a látványra mész rá, tehát az, hogy minél látványosabb legyen, és akkor dobálózol, úgy tekered, így mixeled, keverve, rázva, és így tovább, vagy itt az egyszerűségre, és mondjuk a dizájnra mész rá, hogy akkor legyen ott az a kis narancs héj, legyen ott az a cseresznye, tehát ilyenkor mi az, a só kell nekünk ilyenkor? Nem feltétlenül, nem. Ilyenkor megvan az adott itallistánk, egy 5 fajta alkoholos, és mink vagy 3 fajta alkoholmentes. És hát mivel sok vendég van egy esküvőn, 100-200 vagy még több, ott nem nincs nagyon idő arra, hogy elkezdjünk figurázni vagy bármi, hanem inkább a mennyiségre és a minőségre menjünk. Olyankor ez a fontos, hogy minél több embert, minél rövidebb idő alatt ki tudjunk szolgálni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon és szívesen. Hát egyrészt akkor a karácsonyi puncsok, a forró csokoládé és az ilyen különleges szilveszteri italok. Szerintem nagyon sok mindent meg lehet most már találni, amúgy interneten is. Teljes mert egy, mértékben. Ugye, persze, hogy persze. Sok ötletet lehet onnan lopni, idézőjelben lopni? Akár házilag forró csoki készítést is lehet találni számtalanban az interneten, amiben tejszín, én pont ezt akartam mondani, hogyha már erről beszélünk, uh-huh. akkor te hogyan csinálod a forró csokit, hogyha mondjuk otthon azt mondja a család, hogy Attila, most kell egy igazi, nem egy ilyen poros dolog. Tejszín, 20%-os legalább tejszín, uh-huh. egy olyan 2-8 vagy 3 is feles tej, és nagyon jó minőségű, vagy nagy százalékú 70-80%-os étcsokoládé kell még hozzá, ettől lesz nagyon jó, és akkor cukor, egy nagyon-nagyon pici só, ami kihozza uh-huh. az édeskés ízt, és ezt szépen összefőzni. Tényleg sokan ezt mondják, hogy bármilyen édes dolgot készít az ember, egy pici só azért egy nem áll. Pár szem, az kell bele. Na, én köszönöm szépen tényleg. A másik díszletünkben pedig már készülődik egy remek zenekar, a következő percekben a Dóra és a Felfedezők zenélnek itt a Weekendben. Ami gyűrűk ezt tovább.
Ha keresnek utatnak, kinyitja, bezárja, lehít majd tovább a színes kis bubor, merre repülhetnék magasra. Egyedül a sötétbe megkeresnél. Igen egyszer, igen kétszer, lehet elgondolkodtál, mi az, amit szívesen csinálnál. Körbe-körbe táncolni, olyan gyorsan forogni, csak a zene, csak a pillanat, az egyetlen, ami megmarad. Körbe-körbe táncolni, olyan gyorsan forogni, csak a zene, csak a pillanat, az egyetlen, ami megmarad. Én maximum szerintem léggitároznék ebben a zenekarban. Dóra és a felfedező, gratulálok, két saját szerzeményt hallhattunk tőletek. Miről szólt az első? Ugye szappanbuborékokat kergettünk. Hogyan született meg ez a dal, Dóra?
Az első számunk ugye a Szappanbuborék volt, és ez a szám, hát mint ahogy látjuk itt a korosztályunk még nem túlságosan öreg. Ugye a Szappanbuborék az a gyermekkor, az, hogy fújjuk a Szappanbuborékot, szóval ennek a videóklipjében is ez látható. A Szappanbuborékot fújkáljuk, és szerintem ez egy olyan jó kis szimbólum, ami szép is ráadásul, meg jó is, és ez a dal, meg mi nagyon szeretjük játszani. És a második az nekem kicsit olyan erőteljesebbnek tűnt. Igen, őszintén szólva, ez az a szám, amit a legszívesebben játszunk az összes saját szerzeményünk közül, és ebben a számban valahogy mindenki fel tud oldódni, és azon a szövegében, hogy táncikálás, hát én itt táncikálok, itt bár nem túl sok helyen van, de... A körülményekhez képest abszolút megoldottuk a nagy zenekar és kicsi stúdió összehozatalát. Mit kell rólatok tudni? Ugye Dóra és a Felfedezők, eleve már a név olyan ismerősen cseng, ez egy rajzfilm, nem? Hát eredetileg ugye én Dóra vagyok, és ők az én felfedezőim, úgy mindannyian. És hát igen, van egy mese a Dóra a Felfedező, különösebben nem fűződik hozzá semmi emlék, viszont nagyon szeretünk együtt felfedezni, még így a világot, meg a számainkat, még különösebben kifejlesztett stílusunk nincsen, szóval így mindenbe belekóstolunk, ilyen igyekszünk ilyen befogadható és szerethető zenéket játszani és írni, és még így a felfedezésről szól még így. Igen, a Szappanbuborékra visszatérve ott mondtál egy olyan mondatot, hogy látszik rajtatok, hogy ugye nem a 30-as, 40-es korosztályt képviselitek, de ettől függetlenül elég tág, elég széles a spektrum, mert van itt 11-nehány éves, meg van itt gondolom 21-nehány éves, még csak 18, akkor látod, így idősítettelek egy pár évvel. Te vagy a legidősebb a csapatban, ugye? Igen. És akkor te vagy a főnök is? Hát egyedüli lányként a csapatban szerintem a nőknek azért van valami szava, de nem mondanám, hogy én vagyok a főnök. Mindenkinek vannak önálló gondolatai, hál' Istennek, és ezeket igyekszünk mindegyiket meghallgatni. Valamint a zeneszerzőnk az Major Gábor, és az abszolút az őre szólt. Mindenki tesz hozzá persze valamit, de az alapvetően az ő fejéből pattan ki. És szerintem úgy nem mondható különösebb főnöknek, de azért kell valaki összefogja. Úgy, mert major, és mögöttem is van egy kis major, tehát azért hárman vagytok testvérek, és azért három fiú még csatlakozott a csapathoz. Baráti társaság, osztálytársak, hogy működött ez a csapat összehozás? És szépen lassan kialakul, szóval mindannyiunkról elmondható, hogy már egész pici korunk óta zenélünk, és hát ugye adott volt a dolog, 2 év van köztünk, hogy már kicsi korunk óta először még furujázgattunk együtt, meg ilyesmi, aztán utána Gábor rátalált a hangszerére, a gitárra, és akkor mi szépen elkezdtünk játszani. Ezek után csatlakozott hozzánk még egy felfedező, a kicsi Gergő, és az hangszer eredetileg a zongora, de most basszusgitáron láthatjuk. Hát ez egy olyan érdekes történet, hogy a zenekarunkból, amikor már így alakultak a dolgok, akkor egy basszusgitáros hiányzott csak. És hát ez maradt neki, de útközben nagyon megszerette ezt a hangszeret. Tehát a picire ráerőszakoltátok, hogy figyelj, kell egy basszusgitáros, neked ez a hangszeret kép. A többiek pedig így szépen lassan, először Levi a dobosunk, Farkas bács Levente, és hát... zenekarunk tagja elég sok színűek, mivel Levente a zeneiskolába és most már művészetiben klasszikus gitárszakon van, szóval így teljesen más. A zenei polihisztorok vagytok magyarul. Nem, de... A billentyűknél kit láthattunk, Tóth hallhattunk. Martin, és ő pedig az ütős tanszakon van, szóval egy kis csere történt. De is Villentyűn, és Girincsi Márton. Próbálok nem kitakarni. A gitárosunk, ő kivételesen, ő gitározik a zeneiskolába is, szóval... Nem tudom, ezek után egy csellót képzeltem el hozzá, vagy valamit. Mondtad, hogy nincsen stílus, de ettől függetlenül biztos van olyan műfaj, vagy olyan irány, amit szerettek, vagy szeretnétek képviselni. Várjál, mert akkor használjuk ezt a mikrofont, az a tuti. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ilyen populárisabb zenét játszunk, mert manapság az a legbefogadóbb, tehát a kisebbeknek is, meg nagyobbaknak is egyaránt, és tényleg mi nincsen konkrét stílusunk, tehát vannak, tehát mindenféle zenét szeretünk, én szeretem például rockot, bluest, tehát tényleg mindenfélét, de így ez a popzene, amiben úgy mindannyian megtaláljuk a saját magunk hangját szerintem, ez ahol el tudunk helyezkedni. Dóra mondta, hogy ugye egyedüli nő, egyedüli lány a csapatban, nehéz amúgy érvényesülni ennyi fiú mellett? Hát ez lehet, hogy még a korosztályból adódik, legalábbis remélem, hogy még kell egy lány, aki összefogja itt a fiúkat, és így elmondja, hogy mikor van próba, akár milyen szép ruhába öltözzünk fel, hogy egymáshoz éljünk, és így
együttműködünk és kiegészítjük egymást, mivel én a zeneszert is nem tudok, én dobolni nem tudok abszolút, meg a többi dolgot, viszont így együtt vagyunk kerek egész, és ez így jó szerintem. Sőt, annyira kerek egész a Dóra és a Felfedezők, mint zenekar, hogy folyamatosan egyre jobban nyíltok ki a világ felé. Például szombaton két fellépésetek is lesz, mesélj erről. Hát igen, a szombati nap az elég nagy nap számunkra, mivel lesz először a Nyíregyházi Tehetségkutató a Lágy 2-nek a döntője, és hát... Bejutottatok! Wow. Igen, szóval nagyon örülünk neki, és elég izgulunk, hogy akkor mik lesznek a fejlemények, és hát ugye erre is készülgettünk úgy az elmúlt hónapok során, valamint este 8 órától a Club Hollywoodban lesz szintén egy zenei megmozdulás, ami reméljük jól fog elsülni, mivel rajtunk kívül még 4 másik zenekar fog ott szerepelni, és mindannyian kicsit mások vagyunk, de mégis a zene szeretet összeköt minket, és 8 órától ott fogunk zenélni még, szóval ott hallhatnak minket. Valamint még azt szerettem volna mondani, hogy így tényleg most kezdenek így beindulni a mindenféle dolgok, mivel múlt héten, december 3-án került megrendezésre a legelső önálló koncertünk, és nagyon-nagyon örültünk, hogy sokan kíváncsiak ránk, és együtt zenélhettünk, mind a szeretteinknek, mind még számunkra is. Sőt, ez már két hete. Két hete volt? Két hete, ja, rohan az idő. Szóval, igen, akkor is a terveztek olyanokat, hogy mondjuk a saját szerzeményeket kiadjátok? Tehát akár mondjuk egy ilyen kis EP, vagy mini-album, vagy ez még egy ilyen távoli jövő? Hát az az igazság, hogy itt ebbe a karácsonyi időszakban, hál' Istennek, sok fellépésünk és szereplésünk van, szóval ugye ez a szombati is lesz, és aztán még egy-kettő. És utána a januári időszak az kicsit ilyen csendesebb számunkra. Ugye mindannyian elég elfoglaltak vagyunk a fiúk a művészetibe, nekünk ugye suli, és de emellett szeretnénk mindenképpen stúdiófelvételeket készíteni, szóval már így alakulnak új számok, már így kipattannak a kis fejéből, és ezeket szeretnénk felvenni, aztán utána feltenni különböző... Most csak magyarul hallhattunk titeket, törekedtek először a magyar dalokra, vagy neked kényelmesebb egyelőre a magyar nyelv? Szeretem az angol számokat, és szeretek angolul is énekelni, viszont nem is kényelmességi szempontból, hanem... így a befogadhatóság miatt, szóval pont ezért fogják érteni. Igen. És így nagyon fontos számomra a magyar nyelv, ebbe kicsit ugye én vagyok a fiúkat, aki jobban befolyásolja, és a magyarul éneklésre törekszünk, igen. Szóval a saját szerzeményeink eddig mindegyik magyar. Mik a tervek ezzel a zenekarra? Mert most vannak fellépések, van tehetségkutató, vannak álmok, hogy esetleg hangzóanyag készüljön, de hogy ez egy ilyen hobbi zenekar, amilyen garázszenekarnak akar megmaradni, vagy ki akartok törni, és tétek a reflektorfény? Hát őszintén szólva ugye úgy indultunk el, hogy csak így zenélgettünk, szerettük csinálni, aztán utána mondták, hogy mi itt is zenéljünk, ott is zenéljünk, és akkor a végén így ez így önmagát görgette az egész dolog, és most már tényleg ott járunk, hogy minden héten ugye rendszeres próbáink vannak, mivel mindig készülünk valahová, és egyelőre hát nincsenek konkrét terveink, mindenképpen szeretjük csinálni, amit csinálunk, és hát igyekszünk minden lehetőséget megragadni. A család, családtagok, szülők hogyan fogadták azt, hogy egy ilyen jó értelembe vegyétek ezt, hogy tini zenekar alakult, és akkor most kötelezettségek, próbák, fellépések, apa, anya hozza a dobszerkót, a nem tudom, különböző hangszereket, mennyire rugalmasak amúgy, mert azért ide kell egy erős háttér is, akik segítik a zenekart. Hát igen, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekik, szóval igen, köszönjük szépen szüleink, és nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Szóval náluk is mindenkinél megvan a zene szeretete, és ez hál' Istennek ránk is ránk ragadt, és hát így együtt megyünk mindenhová, így a család nagyon fontos, szóval még ezt kifejtettem, hogy legelőször ugye persze a szűkebb családnak kezdtünk el énekelgetni, zenélni, és akkor utána nőtte ki magát ez az egész. Én azon gondolkodom, hogy a Dóra és a Felfedezők címen lehet, hogy egész Magyarországot felfedezitek majd 2017-ben egy turné keretében. Terveztek amúgy olyanokat, hogy nem csak itt a szűkebb hazátokban, Nyíregyházán, a megyében zenéltek, hanem esetleg majd megmutatjátok a tudásotokat, mondjuk Hajdúban, Pesten, és itt tovább? Őszintén szólva már volt, Debrecenben voltunk tavasszal, egy vers megzenésítő versenyen, és ott sikerült elhoznunk a közönségdíjat, és
ugye már említettem, hogy számunkra fontos a magyar nyelv, itt kettő magyar verset kellett megzenésíteni, és hát ezt teljesítettük, és így elhoztuk azt a díjat, valamint októberben volt Budapesten az egyik legnagyobb hangszerkiállítás, a Music Expo, és itt is szerepelt a Dóra és a Felfedezők. És jó volt. És most már a tévéfelvétel is egy hatalmas pipát kapott. Igen, köszönjük szépen a lehetőséget. Valahol el kell kezdeni ezt a dolgot. Hát én nagyon remélem, hogy pár hét, hónap, vagy akár év múlva újra találkozunk itt veletek, kicsit még beérve, még profibban, és már akkor azt fogjátok mondani, hogy Vivien, képzeld, itt a lemezünk, és végig turnéztuk egész Magyarországot, de ne beszéljek én ennyit, hiszen készültetek nekünk egy karácsonyi dallal is, hát jövő héten már itt az ünnep, úgyhogy halljunk egy kis kellemesebb, bongóbb dallamsort tőletek, tehát Dóra és a Felfedezők itt a Weekendben. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és akkor mehetünk. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up, flashes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. Is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in one horse sleigh. Pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle as a jingle beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.